A Batthyány is, Mezős és Zsigmond is diákokból álló verskör tagjai az elhangzott művekkel az 1956-os forradalom hőseire, résztvevőire emlékeztek. Hogyha sírunk, kirövögnek. Hogyha kérünk, fel is kötnek. Hogyha küzdünk, odalöknek történelmi kárörömnek. És mi is élünk. Pap János, a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnök helyettese úgy véli, a kiválasztott versek erkölcsi és lelki üzenete napjainkban is érvényes. Azok a versek, amelyekből lelkesítő példaképeket kapunk, éppen hogy a hétköznapjainkra adnak segítséget, eligazítást. Az erdélyi magyarok, akik sors közösséget vállaltak a 56-os forradalommal, és ezért összesen 3000 év börtönt szenvedtek, ezzel megkérdőjelezhetetlen jogot szereztek arra, hogy szavazzanak a magyar parlamentbe. A versünnep vendége ezúttal Boa Sándor volt, aki részletesen mesélt az 1956-os forradalomról, amit Sopronban élt meg, illetve a salzburgi internáló táborban történtekről. Fölvonulást szerveztünk, aminek az volt a lényege, hogy elől olyan táblát vittünk, hogy együtt a lengyelekkel. Ezt mi hármas, illetve hatos sorokba, oszlopokba mentünk végig a városba. A várkerületen láttuk azt, hogy a soproni posta tetejéről és a Széchenyi palota tetejéről ránk vannak irányítva a géppuskák. Hát, hála Isten, lövés nem dördült el onnan. A Nagykanizsai Polgári Egyesület következő rendezvénye hagyományosan január 1-én lesz a Petőfi szobornál.